látok helyén. Szobám falairól visszaverődő fény. Ha tehetném, átfesteném. Bár tudnám, miért van az, hogy a félelemből bátorság lesz meg. És már itt is van a stúdióban a csapat két tagja, Anna és Peti, sziasztok! Szép estét, sziasztok! Ugye a Meddig érdekel című dalnak a szövege egy pár olyan gondolattal kezdődött és indult maga az inspiráció, ami egy nagyon fontos emberhez köthető, de kicsodához? Ezt az egyik legjobb barátnőmmel kezdtük el írni, kb. Úgy 2 éve, és tulajdonképpen most kezdem el megérteni azt, hogy valójában miről szól ez a dal számomra. Hát és akkor kezdjük is egy kicsit felfejteni, hogy számodra mondjuk miről szól. Azért az úgy nagyjából leesik, hogy mondjuk a nyomasztó várakozásra lesz, meg lehet fogalmazni mondjuk annak, aki először meghallgatja ezt a számot, de mondjuk te, aki írtad, te mit szerettél volna vele kifejezni? Hát, mint mondtam, akkor még nem nagyon tudtam, de most így utólag rájöttem arra, hogy ez tulajdonképpen arról szól, ami bennem lezajlott egy pár éve, és egyébként folyamatosan is zajlik azóta. Ez a testképzavar, az önképzavar és ennek a társai. Peti, ti vagy a csapat szintjén mennyire tudtátok mondjuk átvenni ezt a hangulatot, amit ez a szöveg diktált? Alapvetően az egész zenekarnak az összes dala általában kicsit ez a melankolikusabb hangulatot hozza, és már az elejétől kezdve tudtuk, hogy ilyesmi a szövegvilág az Annának, úgyhogy nyilván sok mólos dalunk van egyrészt, másrészt ugye a hangszerelésekben mindig igyekszünk úgy megegyezni ennek az egész dolognak, hogy megfelelő módon tudjuk ezt a hangulatot átadni, sok ambient hangzás, szintik, és ezekkel próbáljuk meg mindig megtámasztani megfelelő módon azt, amit szeretne az Anna kifejezni. Hát és ezt megtámasztotta a klip is, hiszen egy monokróm, egy fekete-fehér klipet látunk, úgyhogy gondolom azért ebben is volt tudatosság, illetve meséljetek még mondjuk egy kicsit a szimbolikáról, akár az üres képekről, vagy arról, hogy a kanapé hogyan ürül ki. Ezek mögött mi volt a mögöttes gondolat? Hát tulajdonképpen az, hogy ahogy az életünk is változik, meg mi magunk is, ez szimbolizálja például a kanapés jelenet, hogy egyszer üres, egyszer ott vannak azok az emberek, egyszer nincsenek ott azok az emberek az életünkben, és ezt a folyamatos változást próbálja szimbolizálni ez az egész. A fény és a sötétség váltakozása, illetve a tánc is nagyon szuggesztív. Ott viszont én már egy kicsit elveszek a jelentéseknek a felfedezésében. Peti, benned van valami gondolat, hogy mi lehet ez? Abszolút. Kicsit ezt az önmarcangolást próbáltuk megjeleníteni ezekkel a furcsa táncmozdulatokkal, illetve a fényjátékkal, ugyanígy a sötétség és a kifelé való vágyódás és a
picit ez a önmagadba zuhanásnak a hangulata volt a cél, hogy ezt jelenítsük meg. Szerintem kellőképpen sikerült ezt amúgy megtámogatni klip szintjén, hogy átmenjen az üzenet. Egyébként érdekes, mert most, ahogy így beszélgetünk, hát nagyon életvidámaknak tűntök, viszont ti magatok mondjátok, hogy milyen melankólikusak a dalok, akkor az mondjuk előfordulhat, hogy akkor egy kicsit dúrosabban is fordul majd néhány nóta a későbbiekben? Elő, bár általában azért leginkább igyekszünk afelé menni ezzel az egész produkcióval, hogy komoly témákat dolgozzunk fel, Annának azért a dalszövegvilága ezt az irányt hozza és mutatja. Komoly témák, érdekes témákat feszegetni, és nyilván ezt a vonalat megtámogatjuk megfelelő módon zenével. Meg hát nyilván arról kell dalt írni, ami szívből belülről jön, tehát ezt most nem lehet azt mondani, most akkor azt mondod a műsorvezető fiúit, hogy legyen dúros a dal, akkor nem lesz az feltétlenül, viszont beszéljünk Tatáról is, amihez ugye ti hát erősen kötődtök. Ráadásul dalt is ott vettétek fel, ki segített ebben, és hát miért pont ez volt a helyszín? A helyszín ugye azért Tata, mert gyakorlatilag ez a zenekarnak a szülővárosa, tatai zenekarról van szó, és gyakorlatilag a Penonszán stúdióba vettük föl. Mi nekünk itt zajlik amúgy a hétköznapi életünk is többségében, hiszen ezen a helyen dolgozunk, legalábbis én a Peront Egység központban dolgozom, és evidens volt, hogy akkor már otthon készítjük a felvételt. A dalnak a producere Kremán Patrik volt, tök szuper volt vele együtt dolgozni, és igyekszünk emelni a városnak a nevét és nívóját azzal, hogy itt van még egy tatai zenekar, nem csak a dalban voltak tatai zenekarok, itt van még egy. És hát azért egyéb fontos kitüntetéseket is tudhattok magatoknak, ugye az Öröm a zene tehetségkutatóján is döntőztetek, illetve hát a Peron tehetségkutatóján is nagyon jól szerepeltetek. Mi volt az mondjuk még az elmúlt egy évben, amire különösen büszkék vagytok, hiszen azért viszonylag még rövid életű a zenekar? Hát igen, kvázi egy éve publikus a zenekarnak maga a léte, amúgy már még egy évet magunkének tudhatunk, de az még így publikumon kívül zajlott. Ugye a tatabányai Peront egységkutató versenyt nyertük meg, illetve már volt szerencsénk muzsikálni a 4 Street zenekar előtt, mint előzenekar, és még olyan szuper érdemünk van, hogy idén már fesztiválozni is fogunk, úgyhogy tök szuper, mert a Campus Fesztiválra már biztosan fogunk játszani. Az viszont még egy kicsit odébb, most a legközelebb hol lesztek hallhatók és láthatók? 24-én Tatabányán fogunk játszani a Roxy Klubban, a szintén tatai Arkidra zenekarnak a társaságában, 25-én pedig Bicskén fogunk játszani. Hát akkor már így a közeljövőben is ezek szerint be vannak tervezve a programok. Anna Peti, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és hát akkor nagyon jó koncertezést és sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen!